Három győzelemmel tért vissza ausztriai és magyarországi kiszállásáról a Gyergyói Hoki Klub az Erste keretében. Vitali Donika legénysége először Bécsben lépett jégre, és nyerte meg 4-2-re a Viana Capitals elleni találkozót. Ezt követően Budapesten játszottak két mérkőzést a gyergyóiak. A Hokiklub Budapest ellen len 3-2-re nyertek a gyergyóiak a tüskecsarnokban, majd ezt a Schiller vasas elleni találkozó követte a vasas jégcentrumban. Ez csimán 5-0-ra hozta a gyergyói csapat. A három siker 9 pontot hozott a gyergyói csapatnak, amely így a hetedik helyre jött fel, megelőzve a fehérvári titánokat. A Gyergyói Hoki Klub a hétvégén három hazai meccsel folytatja a sorozatot, sorban a Hoki Klub Budapestet, az Utét és a Brassói Koronát fogadja. Utóbbi meccs eredménye a belföldi pontvadászatban is számít. Nem kevesebb, mint 100 pontot szórt a legnagyobb riválisnak számító Törgú Zsiu kosarába a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, amely így idegenben 160 arányban pakolta meg az olténiai riválisát. Gorán Mártinics 32 pontot szerzett, Sánta Szabolcs 24 ponttal és 15 lepattanóval járult hozzá csapata sikeréhez. Szünetben vezetett a második fél időben, azonban három gólt kapott és egy-három arányú vereséget szenvedett hazai pályán a Sepsi Szentgyörgyi -Sepsi OSK a labdarúgó első liga 14. fordulójában. A második játék részben hibát hibára halmoztak a háromszéki klubjátékosai. Jól kezdte a nagyszebeni FC Hermánstát elleni mérkőzést a labdarúgó első lég a keretében a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK, és több próbálkozás után a szünet előtt a vezetést is megszerezte, Tandiát távoli lövésével. Újrakezdés után azonban 8 másodpercre egyenlített a vendégcsapat, aztán Nicu gyakorlatilag odaajándékozta a Cumónak a labdát, végül egy nagy védelmi hibát követően 11-est is rúghattak a vendégek. Eugenia Gólya, Sepsi OSK edzője alig hitt a szemének. A második fél időben egyszerűen nevetségesítettük magunkat azzal, ami történt. Egy rémálom volt hatalmas hibákkal. Hihetetlen, mit kellett átélnem ma este. Világvége hangulat uralkodott a sepsi stadion lelátóén a meccs után, azonban a klubigazgató Csinta Samu figyelmeztetett. Egy ilyen kis csapat esetében természetszerűek a hullámvölgyek, és jól fog majd a krajovai meccs után a szünet, amely alatt rendezni lehet a sorokat. Én azt gondolom, hogy szükség van egyfajta újraindításra, szükség van egyfajta akkumulátor feltöltésre és is, és főleg a fejek kitisztítására. Maradjunk annyiban, hogy nem tekintem drámának a történetet, kellemetlennek, bosszantónak és egy kicsit lehangolónak, de még a bajnokság felénél sem tartunk, úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy bizzon a csapatban. A Sepsió SK szombaton a bajnokság egyik legjobb formában játszó csapata, a Krajova ICSU otthonába látogat, aztán a következő hazai meccset Giorgio ellen játsza hazai pályán, de csak a válogatott mérkőzései miatt beiktatott szünet után.